Most már nem kell voluntarista győzelmi jelentéseket hallgatnunk, elég, ha megnézzük a tényeket. Felméréseink szerint a recepttel gyógyszertárba betérő betegek az esetek egynegyedében nem kapják meg azonnal az orvos által felírt gyógyszereiket, másnap visszaballaghatnak érte. A gyógyszerkiadások 60%-ában nem találkozik gyógyszerésszel a beteg, 20%-ában pedig a gyógyszerkiadás jogszabályi rendelkezéseit sem tartják be, arra jogosulatlan gyógyszertári alkalmazott ad ki gyógyszert. Isten adja, takarítónő. Az ügyeletek száma nem nőtt, hanem csökkent. Míg 2006-ban 1 millió ügyeleti órát teljesítettek a gyógyszertárak, ma ez a szám alig ér el a 600 ezret. Több az új patika, mint ahány gyógyszerésszel több dolgozik ma. Közel 3000-rel nőtt a gyógyszertárakban nyilvántartott foglalkoztatottak száma, ennek akár örülhetnénk is, de ennek csak a fele nem szakember, nem gyógyszerész és nem asszisztens. Milyen munkát végezhetnek ezek az emberek, ha semmilyen szakmai képzettséggel nem rendelkeznek? Ha találunk egy jó patikát magunknak, és beváltunk 3 receptet, mindenféle ajándékokkal halmozhatnak el minket, biotejet, kenyeret vihetünk haza a gyógyszerek mellé, sőt, ajándék sorsoláson is részt vehetünk. Ha azonban a 3 recept közé bekeveredik egy úgynevezett magisztrális készítendő recept, ugrott az üzlet, mert akkor már nem jár az ajándék, nem jár a sorsjegy. Kizárt dolog, hogy a mai patikai árrés és munkadíjak mellett erre az ajándékozási, sorsolási rohamra anyagi lehetősége lenne a szakma szabályait betartó, tisztességesen dolgozó gyógyszertáraknak. Köszönet tehát a magyar gyógyszerészek nagy többségének, akik kitartottak és az egyetlen járható, bár az utóbbi években egyre nehezebben járható utat választották, s azon maradtak. Hallottuk ma este már, hogy gőzerővel folyik az új gyógyszertárak létesítése. A városokban hegyén hátán jönnek létre az új egységek, de az ellátás színvonala és megbízhatósága, mint már az előbb említettem, folyamatosan romlik. Nem csökkent egy pillanatra sem további gyógyszertárláncok létesítésének hevülete. A hírek szerint a valódi tulajdonosok a cégbírósági adatokban nem lelhetők fel, a befektetők strómanokkal hozzák létre a gyógyszertári birodalmakat. Hallani offshore cégekről, gyógyszertár nagykereskedőkről és különféle befektető csoportokról. Kérdezem én, hogyan lehet ilyen körülmények között az összevásárlásra vonatkozó szabályok betartását egyáltalán ellenőrizni? Súlyos hibának tartottuk, hogy a balliberális koalíció politikai kalandorok kényekedvének szolgáltatta ki a gyógyszerellátást. Igazuk volt, mindenki láthatja, azok, akik valóban tenni akarnak a betegellátás, a gyógyszerellátás javításáért, tudják, hogy változtatni kell, mégpedig azonnal. A változtatás sürgősségét jeleztük a választási programban és a kormányprogramban is. Nem érhet tehát meglepetést senkit, akik úgy gondolták, hogy a kormány miért az első intézkedései között már is hozzányúl ehhez a rendszerhez. Tisztelt miniszter úr, tisztelt ház! Változtatni kell, de nem úgy, ahogyan azt a szocialisták és a liberálisok mindenben egyetértve és cinkosságot vállalva tették, úgy, hogy a helyzet tényleges felmérése és a gyógyszerellátás szereplőivel betegszervezetekről történt egyeztetések nélkül alkották meg az elmúlt 4 év gyógyszerellátását súlyos válságba taszító törvényeiket. Mi nem ezen az úton járunk. Az új szabályozás előkészítéséhez idő kell, a jogalkodási program szerint erre legkorábban az ősszel kerülhet sor. De ez nem jelenteti azt, hogy addig mehet minden változatlanul. A további károkozást meg kell akadályozni. Ezt a politikai célt szolgálják a most előterjesztett javaslatok. Le kell állítani a patika létesítést, de arra figyelni kell, hogy amelyik településen nincs gyógyszertár, ott az új patika létesíthetősége megmaradjon. Le kell állítani a patika fúziókat is. Tisztában vagyunk azzal, hogy a fúziók engedélyezésének megtiltása nem állítja le automatikusan a működő gyógyszergyár láncokba szervezését, hiszen az engedélyezés ma is csak egy határon túl kötelező. De az üzenet elég kell, hogy legyen ahhoz, hogy mindenki elgondolkodjék azon, szabad-e, érdemes lesz-e az elkövetkezendő hónapokban a birodalmat továbbépíteni, ha közben egy olyan szabályozást készítünk elő, ahol helyre fogjuk állítani a szakember felelősségét, szakmai és egzisztenciális integritását, és ahol megszüntetjük a mutyit és a spekulációt. Mert a betegeknek nem offshore lovagokra van szükségük, nem nagybefektetők vagy gyári érdekek által vezérelt patikai eladókra,
hanem a betegekre figyelő és a közösségi pénzekre vigyázó gyógyszerészekre és gyógyszertári szakemberekre, végül is tehát biztonságra, melyet csak a gyógyszerész és az állam megfelelő felelősségvállása garantálhat számára. Végül vannak, akik a moratórium meghirdetésével a vállalkozáshoz való alkotmányos jog sérülésétől tartanak, mások siratják a befektetőket. Ne tegyék! Az Európai Közösség Bíróságának gyógyszerellátással kapcsolatos tavalyi és idei döntései megadják azokat az elvi kereteket, amelyek között a gyógyszerellátás újra szervezhető. Ezek a keretek adottak, és ezek közé tökéletesen beilleszthetők a mostani intézkedések. Éppen ezért a Fidesz képviselő csoportja támogatja a kormány előterjesztést, támogatja a biztonságos gyógyszerellátáshoz vezető törvénykezésben. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Schneider Tamás képviselő úr következik a Jobbik képviselő csoportjába. Képviselő úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők. Csak nagyon röviden a Jobbiknak az álláspontját is elmondanám a szociális tárgyú előterjesztésekkel, törvényjavaslatokkal kapcsolatban. A 16. paragrafus egyértelműen egy támogatandó cél, hiszen a közcélű munkavégzés kiterjesztése az árvízkárok esetén ez egyértelmű egy fontos dolog, és arra eleve a Jobbiknak a programjába maga a közcélú munkavégzés nagyon határozottan szerepelt, hogy ezt minél tágabb területen érvényesítsük, minél több embert juttassunk ehhez a lehetőséghez, ne pedig otthon üljenek és várják a kikeletet adott esetben. A 17. és a 18. paragrafus ugyebár a házi segítségnyújtásról és az idős otthoni ellátásról szól, ami gyakorlatilag az intézmény vezető és a jegyző hatáskörébe utalja a döntés lehetőségét. Itt azért hozzá kell tennem, hogy már elhangzottak ezzel kapcsolatban kritikák. Valóban én is felvetettem, hogy korrupció lehetőségét nem veti fel. Tehát azért lássuk be, hogy akárhogy is nézzük rendeletileg, akárhogy szabályozzuk, azért itt a szubjektív lehetőség mondjuk egy kisebb településen bizony előállhat. Tehát ezzel én is foglalkozni kell, és én tartok attól, hogy ennek lesznek még azért lehetnek hátulütői. Erre kimondottan oda kell figyelni, én úgy gondolom a kormánynak, hogy ez ne legyen hátrányos. A 19. paragrafus és a 22. paragrafus az egyházi kiegészítő támogatásról szól, amit ugyebár nem kell visszafizetni, ez megint csak egy nagyon támogatandó cél, hiszen ugyancsak a Jobbik programja mondja ki, és itt akár idézhetek is, hogy az egyházak jellegüknél fogva a legalkalmasabbak a szociális és karitatív feladatok ellátására. Itt talán egy kis Kaufer Virágnak én csak annyit tennék hozzá, hogy itt ezzel kapcsolatban van egy kérdése miniszter úrhoz, hogy mi azért még akár az egészségügy területén is nagyobb lehetőségeket szánnánk adott esetben az egyházaknak, hiszen valóban ők alkalmasak lehetnek itt komoly munka végzésére. És hát itt még felmerült az is, hogy a gyermekek védelméről szóló törvényt is módosítjuk. Hát én megnézve az egész törvénymódosítást, hát én úgy gondolom, hogy bár egyáltalán nem jó, hogy sürgősséggel, ilyen sürgősen, tehát ugye most 14:30, hát olyan 15-nél hamarabb nem végzünk, hiszen még egy nagyon fontos törvényjavaslat van előttünk, és már 6:30 itt kell lenni, tehát nyilván 2 óra alvás után itt a jelenlévő 7 bizottsági tagom nem tudom mennyire lesz friss a módosító indítványoknak a megtárgyalására. Tehát nyilvánvalóan, hogy ez azért túlzás, ami most történik a tegnapi és a mai napon, de önmagában ez az apró módosítás itt a gyermekek védelméről szóló törvényjavaslatban szerintem már nem oszt, nem szoroz, nem egy komoly változtatásról van szó. Köszönöm szépen, ezek lettek volna csak a hozzászólásaim. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselőtársaim. Magam részéről is a szociális tárgyú törvények módosításához kívánok hozzászólni, és az intézményvezetői szükségletvizsgálat mellett fogok majd érvelni. Ezt az intézkedést a szakma érintett képviselői
2008. január 1-e óta várják. Azóta, amióta két szociális szolgáltatásnál, jelesül a házi segítségnyújtásnál és az idős otthoni ellátásnál, az ellátásra való jogosultságot a gondozási szükséget vizsgálat eredménye alapozza meg. A vizsgálatot a házi segítségnyújtás esetén a jegyzők által felállított és működtetett bizottságok, míg idős otthoni elhelyezésnél az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértő Intézet rövidebb és ismertebb nevén az ORSZI szakértői bizottságai végzik, bizottságonként minimum 4 fővel. Mi alatt, ne felejtsük el, hogy ezzel párhuzamosan az intézmény előgondozást is végez. A javaslat mai sürgős tárgyalásának indoklásaként pont végig kell nézni ezt a bürokratikussá vált folyamatot, amit a korábbi szabályozás eredményezett. Érdemes végignézni egy idős otthoni ellátás folyamatát, és talán ez választ is ad Kaufer Virág képviselő asszonynak is, hogy miért kell ezt a módosítást ilyen sürgősen tárgyalni a tisztelt háznak. Hiszen elsőként a kérelem beérkezése után a fenntartó értesíti az intézményt a beérkezett igényről. Ezt követően az intézmény levélben értesíti az igénylőt, hogy a képviselője, az intézmény munkatársa az otthonában meg fogja keresni. Miután ez megtörténik, és kitöltik az előgondozás nyomtatványt, majd visszaküldik a fenntartóhoz, akkor értesítik a már említett ORSZI szakértői bizottságot, aki megkezdi a vizsgálatot. A szakértők értesítik szintén még egyszer az igénylőt, hogy felkeresik ismételten az otthonában, és elvégzik a vizsgálatot, melynek eredményéről szakértői véleményt írnak. Végül az ORSZI szakértői bizottsága értesíti az intézményvezetőt, a fenntartót, valamint az igénylőt a szakvélemény tartalmáról. És valóban Szűcs Erika is mondta, még közben végeznek jövedelemvizsgálatot is, de nem az ORSZI munkatársai, hanem a fenntartó vagy az intézmény hogyan egyeznek meg. Mindezek után érdekes volt hallani, ahogy Szűcs Erika a fideszes bürokráciáról beszélt, és hogy a fideszes bürokrácia a kisemberek kárára van. Hát nem tudom, akkor ez a rendszer, amit önök állítottak föl, ez miként tekinthető egyszerűnek és mindenki által érthetőnek. Ez, amit említettem, ez volt az első fok, ha véletlenül másodfokra kerül sor, akkor minden kezdődik előről. Tisztelt képviselőtársaim, véleményem szerint egy egyszerű szociális szolgáltatás iránti kérelem elbírálásába két hatósági jogkörrel rendelkező szereplő bevonása, az pontosan egyel több a szükségesnél, tehát teljesen fölösleges. Az ORSZI szociális szakértői munkájának megfogalmazott célja, hogy az indokolatlan, egészen pontosan 4 órát meg nem haladó gondozási szükséglettel rendelkező kérelmeket, kérelmezőket kiszűrje. 2008-ban, illetve 2009-ben, tehát a két év összesített adatai szerint az idős ellátást illetően az indokolatlan kérelmezők aránya nem érte el a 10%-ot sem. Ehhez 2008-ban 15.381 vizsgálatot tartott az ORSZI 285 bizottsága, nem győzöm hangsúlyozni, hogy bizottságonként minimum 4 fő, miközben 154.928 kilométert tettek meg csak 2008-ban. És ezt a számot, ahogy említettem, duplán kell venni, hiszen az intézmény előgondozása is bejárta ugyanezt az utat. A kettős rendszer nem csupán költséges, hiszen a szakértői